És hát itt Orsobal, és ez itt újra Fallout New Vegas. A homokvihar mellé elkezdett az eső is szakadni, úgyhogy beálltam ide a shelter alá, de mondjuk még úgy tűnik nincs teljesen megfoltozva, hiszen ide is beesik. Pár idegesítő dolgot észrevettem az előző részben. A legidegesítőbb talán az volt, hogy valamiért nagyon recsegett a mikrofonom, és igyekszem ezt kijavítani erre a részre. Nem tudom, hogy mennyire sikerült, tesztelgettem egy sort, és nem került elő ez a probléma megint, de nem tudom, hogy ez így marad-e. Úgyhogy remélhetőleg ez most már a múlté, és senkit nem fog tovább ez bosszantani. Úgyhogy beszélgessük Easy Pete-tel, aki itt ül, és nagyon egykedvű. Például elmutatnál bármit, amit tudsz a öltönyös fickóról. Aki ugye meglőtt minket és élve eltemetett. Egyébként ezek a weather effect módok, mint az eső, meg a homokvihar, ez a Nevada Skies nevű módból jön. Ilyen weather mód, mint a Climates of Tamriel volt a Skyrimhoz, hogyha emlékeztek rá. Viktorra mit tud? Hát, hogy igazad van. Jimbo kedveli a gépeket, és nem hisz ebben a nagyon sztereotíp sci-fi dolgokban, mint hogy a gépek átveszik az uralmat, és nem tudom mi. Oké, menjünk be a szalomba. Azt hiszem, hogy itt kéne, hogy legyen Sunny Smiles, akihez küldtek minket. A Doki. Oh, hello. Ő az. Igen, Doc küldött. Aha. Találkozzak vele a szalon mögött. De szakad az eső. Nem probléma. Ups. Hello. Howdy. Ez a howdy egy nagyon érdekes szó egyébként. Úgy tudom, hogy a nagyon általános... nagyon általános how do you do-ból jön. Ilyen rövidített redneck stílus inkább. Bocs. De inkább kikapcsolom a zenét. Meg először körbenézek, hát elár kinn az eső. Valahogy nincs kedvem most megázni. Nézzük meg, mi van itt benne. Ez csak az illemhely. Oké. Okay. Semmi érdekes, ez csak egy tök átlagos szalon. Egyébként hangulatos volt a zene. Terminál. Jó, törjük fel. Úgysem csináltunk még ilyet. Nem kell elolvasnom a tutoriált, hiszen tudom, hogy mire jó. Fölgyorsítottam ezt az izét is egy móddal, hogy ne tartson évekig, mire beír minden. Nya! Lényeg, hogy négy lehetőségünk van eltalálni a jelszót. Itt van a memória tartalma, és a mostanában beírt szavak. Ezek közül egyik a jelszó. Persze lehet egy ilyen egy karakterre ismerni, de nem nagyon kifizetődő. Mondjuk kiválasztod az első szót, tök mindegy egyébként, hogy melyikkel kezdesz, vagy van, hogy beletrafálsz egyből. Prisons. Azt írja, hogy 1/7 korrekt, tehát ugye ez 7 betűből áll a prisons szó, ami rabokat jelent egyébként, de nem lényeg. És a jelszóhoz képest egy betű van a helyén. A prisons-ben. És még 3 lehetőségünk van eltalálni, hogy melyik az. Például megnézzük ezt a serious nevű szót. Az S van csak a helyén. A prisons-hez képest. Úgyhogy ez akár lehetne is a jelszó. De nem az. Viszont ebbe is egy van a helyén. És ó, itt az O is a helyén volt. Ezt nagyon elnéztem. Hiszen, hogyha a serious lett volna az igazi jelszó, akkor a prisons-re 2-t kellett volna egy helyet írnia. Szóval jó, ezt elszúrtam. Elnézést kérek. A lényeg az, hogy minden bizonnyal
mivel csak egy betű van a helyén az eredeti jelszóhoz képest, ez vagy az O vagy az S lesz. Tehát vagy S-re végződik, vagy O a utolsó előtti. Elég nehéz lesz így eltalálnom most már a jelszót. Igazából nem hiszem, hogy ezen a terminálon bármilyen nagyon érdekes dolog lenne. A trading az biztos nem jó. A leading az biztos nem jó. A keeping az biztos nem jó. A defeats sem igazán jó, hiszen akkor a Sirius-re kettőt írt volna, mert a második betű E. A heights-szal ugyanaz a helyzet. Fúha. Dragons. Dragons-zal is ugyanaz a helyzet, hogy az O is a helyén van, és az S is az a helyén van a Sirius-hoz képest, tehát 2/7 korrekt kéne, hogy legyen az előző sorban. Tehát ez sem a jó válasz. Sirius már volt. Shadows. Megint csak ugyanaz a helyzet. Crazies. Oké, talán. Illetve nem, ez sem jó. Ez meg a Prisons miatt nem jó. Igazából nagyjából az összeset ki lehet zárni. Nagyjából, főleg mert ez egy easy terminál. Physics. S-re végződik. És van-e más a helyén az előzőkhöz képest? Nincs, ahogy látom, úgyhogy... Ez is lehetett volna. Megint elcsesztem. A Prisons-hoz képest a negyedik betű ugyanúgy S, tehát ott 2/7 kéne, hogy legyen. Így most már 2 találatot szúrtam el a 4-ből, ami abszolút kizárható lett volna. Így nem lesz könnyű feltörni ezt a terminált, azt azért meg kell jegyeznem. Oké. És záródott. Oké, akkor ezt ma már nem törjük föl. Jó, nem akarom szétlőni. Jimbo okosnak hiszi magát, de ezek szerint mégsem eléggé az. Vagy csak szarnapja van. Jó, lehet, hogy üres sunseteket pakoltam el. Nem, ezek nem üresek, ráadásul 6 darab. És hardcore módon játszunk, szeretném megjegyezni, ahol a dehidratáció és az Lehet, hogy ehhez kellett volna a terminál. Hát akkor ez már ott marad. A viszkit elvisszük. Ezek emptik. Viszont ezek nem. Tehát hardcore módon játszunk, ami azt jelenti, hogy gondjaik lesznek a dehidratációval és az egyéb dolgokkal. Purified water az a tisztított víz, a dirty pedig a piszkos, ami sugárfertőzött minimális szinten. És ha túl sokat iszol meg abból, akkor bizony meghalsz. Úgyhogy ezt inkább hagyjuk. Drinking glass. Oké. Tényleg azért húzom az időt, mert remélem, hogy nem kell esőben gyakorlatozni kint Sunnyval. Hát már hallom, hogy csöpög, amíg gáz. Oké, ez még tűrhető. Hello? Ó, kaptam egy Warmint Rifle-t! Oké. Inkább legugolok. Itt pontosabban lövök. Oké. Azt csinálom. Köszi! Ebben igazad van. Oké. Csak állnál ez a kibaszott eső. Se én. Csendben legyél. Nem siettek, ugye? Addig, amit tudok csinálni, az, hogy ezt a Warmint Rifle-t berakom hotkey-re, mondjuk az 1-esre.
és a Desert Eagle mondjuk lehet a hármason, bár ennek még nincs jelentősége. A shotgunhoz is azért... Jó, legyen a shotgun a hármason. Igen, csak hasznos fegyver a shotgun közelharcban. És a kondíciója is tökéletes, ami egy elég fontos dolog. Még a tőle kapott Warming Rifle-ünk ezért egy picit már leharcolt állapotban van. De nem panaszkodom, vagy ilyesmi. Jó lenne elállna ez a rohadt eső. De ahogy nézem, nem nagyon tervez ilyesmit, úgyhogy erről inkább nem is álmodozom, majd behúzodom valahol, alszom valahol. Lehet, hogy a doki nem engedi, hogy aludjam nála, de mondjuk találok valami lakást, vagy mondjuk megkérdezem Sunnyt ezzel kapcsolatban. Oké. Okay. Geckók. Ilyenkor új problémát okoznak a geckók. Jó, én értem, én ilyen radioaktív, óriásra nőtt mutáns geckókról van szó, de hát akkor is ezek mégiscsak geckók, baszki. Follow Sunny. Nézzük ezeket a híres geckókat. Geckókat. A what működik, oké. Okay. Inkább bízom a saját célzásomban. Vasz csak 24%-kal találta volna el a jobb karját a geckónak. Nope. Oké. Okay. Anymore. Kösz. Ó, hogy pénz is van benne. Hogyne. Oké. Egyébként gyorsabban futnál, ha elraknád a fegyvered. De ez csak egy... tip. Egyébként a Project Nevada-t úgy beállítottam, hogy ne legyen túl büntető, hogyha nem találok megfelelő mennyiségű ételt és italt. Kicsit a timescale-t visszavettem meg ilyenek. Ez már meghalt. Nem kéne pazarolnom a lőszert. Ott van valami. Ott bemehetek? Jegyezzük meg hol van, mert majd vissza fogok érte jönni, érdekel nagyon. Itt a Good Springs alatt. De majd kicsit szebb időben történik majd mindez. Utálom az esőt. Kérdezhetitek akkor, miért raktad be ezt a módot, te idióta? És ez egy jogos kérdés lenne. Válaszom az, hogy a hangulat és az atmoszféra javítása miatt. És szerintem rengeteget ad hozzá. Geckók. Ott egy nő is, azt nem biztos, hogy le kéne lőni. Wow, that headshot. Szerintem ezeknek annyi szállni abba hagyhatod. Hello. Holy moly. Hello. Vizet kapok. Három tisztított vizet és egy kis reputation-t. Kösz, Sunny. Köszi! Even got a little exciting there at the end. Here's a little spending money for the trouble. One more thing I wanted to show you. 50 thought I might teach you about the land and making useful things for yourself. Interested? Nem árthat. All right then. We'll need a couple ingredients to get started. Gonna want some xander root and a brock flower. Let me think now. Brock Flower a temetőben, ami érdekes lehet, hiszen onnan hozott le minket az a doboz. A főzőcskézni hív. Milyen kedves.
lehet, hogy ki kéne lootolnom a gekkókat, meg ilyesmi. Gecko meat. Érdekes. Nem tudom, meg tudom-e főzni, vagy ilyesmi. Vissza kéne rohanni ahhoz az izéhoz. Már is elfelejtettem, hogy hol volt. Howdy. Innen jöttünk, az szinte bizonyos. És nem az úton, úgyhogy valahol itt. Oké. Így erre. Igen, talán. Ott az. Nem tudom mi ez, de megnézzük. Főbejárat. Keep out. Oké. Nem tudom mi ez. Valami DLC, vagy valami mód, vagy ennek alapból is itt kéne lennie. Kicsit félek. Hogy őszinte legyek. Kétül is vagyok egy kis ellenőrzésen, és úgy tűnik, hogy valóban nem... Szóval valóban nem recseg a mikrofon. De megtámadtak a gekkók. Ez egy olyan mondat, amit Fallouton kívül nagyon sehol máshol nem fogsz hallani. Borzasztóan célzok. Egyébként nem kéne két töltény egy gekko megöléséhez. Jó, csukjuk vissza az ajtót. És először nézzünk itt kint körbe. Ez nem hangzott túl jól. Te mi vagy? Semmi. Akkor jó. Üres. Briefcase-ben van egy... kávés csésze, köszönöm. Ezért remélem... wall safe. 25-ös lockpick kéne hozzá. És mennyi van? 20-as. Nincs valami cuccom hozzá. Barter, speech, repair. Nem igazán jó. Strength plusz egy... És melyik... Melyik határozza meg a lockpicket? Perception. Van valami cucc, ami perception-t ad? Weapon repair kit, az nem rossz. Mondanám két whisky. Karizmát ad és strength. Akkor ez a szép egyelőre zárva marad. Elég kellemetlen. Ha meg lesz az első szintugrás, akkor... Nem feledek majd... 5 pontot rakni lockpickre. Ahó. Hát te szépen beakadtál oda a falba. Sajnálom. Hogy így alakult. Jó, egyre elrakom mindent, úgyis az lesz a sorsuk, hogy kidobálom, ha már nem tudok mozogni. Ami hamarosan bekövetkezik. Pre-war money. Egyébként itt még sose voltam. Very easy. Akkor ezt elvileg... Ki kéne tudnom nyitni.
A lockpick ugyanúgy működik, mint Skyrimben. Úgyhogy ez nem kéne, hogy gondot okozzon. Ez a sok papír itt van a földön, nem tudok mit velük csinálni. Ahogy valami 9 millis lőszer. Ugye ez valami volt itt, vagy micsoda? Nagyon úgy tűnik egyébként. Hát egy picit túl korán jöttem be ide. Valami chipet felvettem, nem tudom, nem is érdekel. Caution, elmúlt a danger. Amúgy ez nem lehet, hogy ki kéne kapcsolnom itt fölül, ez sokat segít. Caution azt jelenti, hogy úgy nézelődnek, sejtik, hogy itt vagy, de a danger azt jelenti, hogy tudják, hogy hol. Te jó ég. No, 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 no. De most... shit. Ennyi telibe várt geckót most már... Lőj már, az Isten áldjon meg most már. Fél HP-mat lekarmolta egy gecko. Megőrülök. Danger, meg mindig vagytok. De jó. Steampack. Hallom, hogy itt vannak, de... Inkább becsukom az ajtót. Elég naiv vagyok, hogy ez meg fogja őket állítani, de reménykedem. Mi van itt? Bathrooms. Lehet, hogy ott van valami értékes? Talán. Itt van valami emelet is. Jó. Nem úgy tűnik, hogy erre csak a mosdók vannak. Van valami emelet is. Majd mindjárt megnézünk. Mondom, WC pumpár. Pumpára nem lesz szükség, amit ezt a metal boxot természetesen nem tudom kinyitni. De hogyha így haladunk, hamar meg lesz a level up. Onnantól kezdve talán már kifele jövet meg tudom ezeket oldani. Nuka Cola az nagyon kell. Ez egy üres doboz. Ez egy gecko tojás, de jó. Sunny Smile az kéne, hogy tanítson minket főzni. Megsütni, de most egyelőre más dologgal vagyunk elfoglalva. Ez egy üres doboz, ez egy rádió, ami nem funkcionál. Vagy csak semmire nem jó, vagy csak valaki itt hagyta. Oké. Ez üres. Systems rooms. Mert a systems room. Itt akár találhatunk is érdekes dolgokat. Nem feltétlenül. Cigarettán nem arra gondoltam. Nem tudom milyen kimutatások. Jimbo intelligens, de nem ennyire. Egy terminál, ami nem működik. Valami fertőző gomba, radioaktív gomba. Sunset Sarsaparilla. Jó jön. Most még, amíg még nem hátráltat a mozgásban, aztán majd meggondoljuk kétszer is, hogy mit csináljunk vele. Valószínűleg inni fogunk belőle, meg fogjuk inni és kész. Sensor module az egy értékes dolog lehet. Pack of cigarettes. Jimbo dohányzik, de éppen leszakóban van, úgyhogy ellenáll most a kísértésnek.
Okay. Under Blue is egyébként egy értékes összetevő. Jöjjünk le ide? Nem tudom. Van-e itt bármi, ami hasznos? Hallom a rohadt gekkókat, igen. Csak a alkalmazottaknak bejárat. Jó, akkor mi bemegyünk. Main entrance, igen. Ott kéne kimennünk nyilván, hogy megint körbe kell menni, ahogy nézem. Ami nem feltétlen baj, de örülnék, ha valami értékes dolgot találnék. 3 darab 9 millis töltény nem feltétlenül ad. Még egy Sunset Sarsaparilla. Sarsaparilla. Nekem marad ez Sarsaparillának. Gyorsan mondva talán így is hangzik eredetileg, vagy valami hasonlóan. Vannak még gekkók, de nem úgy nézem, hogy itt lennének. Ó! Ó, mennyi töltény, már csak valami bele kéne rakni. Igazából a... A 10 millis pisztolyomba bele is tudnám rakni a 10 millis töltényeket. Csak a 10 millis pisztoly szarabb, mint a Warwind Rifle szerintem. Mondjuk egy próbát megérhet. Ja, a gránátvető nem biztos, hogy ami... Ami legjobb barátunk, szerintem... Veszélyesebb lennék vele saját magamra. Úgy 21. Na jó, nem szóltam semmit. De telibe lövöm. De szar a célzás ennek a 10 millis szarnak. Lőj már! Ó, Jézus Mária! Megöltek a gekkók! Áj, fáj! That's bad. Há, itt vagyunk közben, meg lett a level up is, néhány gekkóval. 25-ös lockpicket ígértem, meg picit a gunst is növeljük, és science 40, sneaket növeljük, és repair sem jó, hogyha 24-es, 25-es sokkal egészségesebb, és nézzünk valami király képességet. Swift Learner, ez egész jónak néz ki, de a Rapid Reload is nagyon jó. Oké. Okay. Swift Learner-rel gyorsabban fogunk fejlődni, nagyjából ennyire jó. Oh. Kicsit most már nagyobb a sneakünk, mint volt. Ez megint nem néz ki túl jól. Az a hülye gekkó látott ide minket bejönni. Most már használom inkább a gyorsmentés funkciót, mert ez egy kicsit azért főhúzott a dolog, na. Hogy egy halom nagyra nőtt gekkó összetörte az összes csontunkat azzal, hogy összekarmolászott. Elég érdekes. Na mindegy, nézzük először itt körbe megint. File cabinets, filing cabinets. Igen, ezek itt már a legutóbb is hasznosnak tűntek. Itt a Warmint Rifle-el kéne, vagy a... nincs valami... Oh, Grenade Rifle. Próbáljuk ki, nagy tömegben állnak. Nem biztos, hogy túl jó vagyok ezzel a típusú harcmodor tekintve. Oké. Mondjuk úgy, hogy eltévedtem.
Mi a fe... no. Inkább használjuk a shotgun-t. Miért nem gondoltam erre? Na ez egy 18 pluszos ez a játék, azt hiszem. Ki akarok innen menni, de közben mégse. Gyors reloadja a shotgunnak. Oh, no, 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 no. God fuck. Na mindegy. Ez akkor mi? Mégis csak kipróbálják ezt a grenade rifle-t. Rohadjanak meg. Kinyitjuk azt az ajtót is. Fölrobbantjuk őket a francba. No, ez nem igazán úgy sült el, ahogy szerettem volna. Leginkább saját magamat robbantottam fel a francba. Na, ez már sokkal jobban fest. Oké, nyugodjunk meg. Doctor's bag, steam pack. No, hol vagy? Mindig danger, nem folytatok el? Steampack, gyorsan. Hiába akarok taktikázni, általában mindig az lesz a vége, hogy elkezdek eszetlenül darálni, és imádkozom, hogy túléljem. Kéne még egy steampack. Ott van még egy. Egyre nem vagyok benne biztos, hogy megérte ide lejönnöm. Hiszen egy iszonyatos mennyiségű steampacket és egyéb erőforrást használtam el. És akkor csak semmit nem kaptam érte. Nagyjából. Legalábbis semmi extrát. És még mindig van itt valahol egy hülye gecko. Oké, vigyük el a warming rifle-t. Ó, ott van. No. És még mindig vannak. Ó. Na, ez nagyon rossz gecko. Hidden. Talán elfogytak. Talán. Van valami itt, ami elkerülte a figyelmet, amiért megérte ez az egész. Persze egy halom gecko kaját, még mindenféle szemetet szedtem össze. Atomic cocktail. Ezek nem olyan nagyon rosszak, persze. Főleg, hogy éhesek és szomjasak leszünk előbb-utóbb. Project Nevada-nak köszönhetően, de akkor is én nem tudom. Túl sokba került az, hogy mi ide bejöjjünk. És túl keveset kaptam vissza, legalábbis én úgy érzem. Nem tudom, hogy van-e itt még valami, kimaradt-e valami, elkerültünk-e valamit. Oké, itt le még egyértelműen nem jártam. Végén még találunk valami érdekeset. Még mindig nem érzem úgy, hogy stealth-et abba kéne hagynom, de... Mondjuk, hogyha ez egy vault volt, akkor egy armory-szerűségnek kéne lennie. Ha!
Meg vagy köcsög. Jó, ne lőjé többet. Detected, ki által. Húha. Mindig hallottam egy hangot, gecko hangot. De ezek nagyon, nagyon süketek szerencsére. Mindjárt elfogy a 10 millis lőszerem. Egyik warming trifle-t feljavítottam a másikkal, legalábbis részben. Itt még mindig van hülye gecko, hogy laptop, toolbox. Ha nézzük a workbench-en, mit tudok csinálni. Tudok gecko övet, hogy ez nekem mire jó, azt te fogalmam sincs, tudok. Energiacellát, ami megint nem tudom, hogy mire jó, hiszen hagyományos lőszeres fegyvert használok, és egyáltalán nem preferálom az energiafegyvereket. Jó, csináljunk gecko övet, gondolom. Nem tudom, hogy ez nekünk mire lesz jó. Jó lesz egyáltalán valamire, lehet, hogy... ezek üresek. Az alsó is, vagy ezt nem is tudom megkinyitni. Szóval lehet, hogy mondjuk bőr felszerelésemet tudom majd feljavítani vele. Talán. Történyekhez mi kéne, amim nincs. Nem tudom, valamiért nem akarta az igazát. Na végre. Vagy 10 millis roundhoz. Kéne lead, meg puskapor, meg primer large pistol. Oké, ezekkel egyelőre nem rendelkezünk. Shit happens. Ez nem aktiválható. Ezekben fegyver szokott lenni. Nem minden esetben. Duct tape az hasznos. És már is ott járunk, hogy túl sok cuccunk van. A scrap metal is nagyon jó, és most bár nem tudok mozogni, úgyhogy bizonyos dolgoktól meg kell szabadulnom. Például a 10 darab dobó dárdától, bár ezek jó sokba kerülnek. Úgyhogy... Oké, egyelőre. Ez ugyanazt tudja, mint az enyém. Különbség az, hogy könnyebb, és ezáltal drágább is. Lehet, hogy igazából ez az 54 cap, ez annyira sokat nem ér. Föl kéne vennem ezt is, ezt még kidobni. Ez túl sokat ér, ez a 460. Annyi az értéke, nyilván nem fog annyit kapni érte a legtöbb kereskedőnél, de elég egy csóró vagyok, úgyhogy talán jól jön később, bár ja, ez pedig csak DT4, ami a fele, mint a mostaniaknak. Szóval ezt is jól eladhatnám. Fölvehetem, elég érdekesen fogok kinézni, mindjárt megnézzük. Jó, cseréljünk ruhát, nem tudom. Fú, nagyon badass lett Jimbo. Milyen badass lett Jimbo. Steel laser pistol. Tehát ez az enyém, most dobtam ki. Igen, így elég kellemetlen ezzel a szemüveggel bármit csinálni, hiszen úgy, ja, kicsit törött. Nem tudom, hogy ez alapból is ilyen a játékban, vagy mondjuk a Project Nevada-nak köszönhetően ilyen immersive, de tetszik, nagyon tetszik. Még egy gecko? Ó, ez nem is gecko, ez Smokey, ami egy valami legendary. Na most tölts! Oké.
Füstös meghalt. Level up! Megöltük az első boss-szerűségünket, király! Oké. Okay. Szerintem a gunt fel kéne húzni 50-re. És a science-en tolni még egy kicsit. És menteni. Mindig menteni, különben úgy járok, mint az előbb. Itt most mehetek tovább. Jó, szedjük le egy pillanatra ezt a szemüveget. Nagyon jól nézek ki benne, és valószínűleg hordani is fogom, hogyha majd csak úgy ülök valahol egy kantinban, vagy ilyesmi. De egyelőre úgy vagyok vele, hogy csak zavar. Még hadna valami bónuszt esetleg, de ez nem teszi meg. Itt van valaki, aki már nem nagyon él. Wastelander. Jó, ez jó pénz. Egy darab súlyért 262, ez nagyon jó. Másért nem, talán ezért megérte lejönni. Talán, nem vagyok benne biztos. Ellenben akár használhatom is a Combat Knife-ot. Broad Machete 46-os DPS. 16 damage, ez 15 damage. És 45-ös DPS, wow! Viszont van mondjuk bónusz, critical chance-e. Meg mondjuk nem is maxos. Nincs feljavítva teljesen. Fene tudja. Néha jó jöhet egy közelharci fegyver, de lehet, hogy megelégszem a Broad Machete-vel, és inkább eladom, amit most találtunk, kést. Ahogy nézem, ennyi. Megvan közben ugye a 25-ös lockpickünk, szóval elvileg kifele menet ki tudjuk majd nyitni ezt a széfet, amiről nem nagyon kéne megfeledkezni, és nem nagyon küldött ide minket senki. De Jimbo úgy gondolta, hogy lejön ide magától, és kiírtja a területet. Némi nehézségek árán azért lássuk be. Azért még kicsit korai lehet elrakni a fegyvert, talán. Bár bízom benne, hogy már senki nem fog az utunkba kerülni, miután füstös is meghalt. Ó, egy szép. Average, az 50-es kell. Na hát, az még odébb van. Chunk box. Ez piszkos víz, köszönöm. Steampackben vagy hasonlóban reménykedtem. Gőz, nem tudom milyen összetevő. A 25 value nem rossz, de ez a 10 weight az nekünk most túl sok. Sunny Time Terminal. Ráadásul nincs lezárva. Valami... Oké. Oké. Ez igazából nem egy vault, ebből kiderül nagyjából. Ez csak egy ilyen... Ezen valaki pofázott? Kezdek kicsit beszarni. Nope, semmit nem rakunk be az asztalba. A rádióval akartam valamit kezdeni. Hello? Senki sehol? Jó. Ez bosszat ész, nem tudom kinyitni. Lehet, hogy lenne benne egy-két érdekes vagy hasznos dolog. Jól van, akkor megyünk tovább. Érdeket nagyon szívesen elvinnék, mint ez egy karton cigi, mert lehet egy gyengébb pillanatban rágyújtanék, de ha nem is, akkor is eladni vagy ilyesmi. De ezt nem tudom magammal vinni. Valaki mondjuk ide. Nem, ez biztos, hogy nem az.
Örülnék, amikor a lépcső lefele nem törném ki a lábam, vagy ilyesmi. Elég bosszantó lenne. Ahogy nézem, körülbelül minden gekkót kiirtottunk a környéken. Rábbis nagyon remélem, úgyhogy... Többé-kevésbé biztonságban tudunk közlekedni. Ezt kifosztottam, oké. Akkor... Egy darab szép van hátra. Igazából mehetünk erre is körbe. Vagy félig körbe. Semmi sehol, semmi érdekes. Ó, még egy szemüveg. Nagyon szeretem a szemüvegeket, és már nem tudok közlekedni rendesen. Ígyunk meg, együnk meg valamit. Mondjuk ezt elolvashatjuk. Barter Increased 3-mal. Remek. Ez ugye permanens effekt volt, úgyhogy nem csak ilyen átmeneti, mint a magazinok. És ennek nagyon örülök. Ígyunk egy vizet is. Bár nem haldokoltunk éppen a szomjúságtól, de legalább tudunk rendesen mozogni. Mert hogy megittünk egy üveg vizet, és ezzel most már aztán olyan könnyű lett a felszerelésünk, hogy most már simán elbírjuk. Realizmus forever. Megint valaki pofázik a rádión, és... Nem tudom, zavaró egy kicsit, hogy őszinte legyek. És azt a hülye széfet kéne megtalálni, aztán mehetünk innen a fenébe. Valahol... Nope, nem erre volt. Főbejárat felé. Itt a sarokban talán. Aha. Nem akarom eltörni a Bobby Pint, de fog valószínűleg. Oké. Steampack, 25 millis pisztoly, 25 millis, de jó lenne, szóval egy 9 millis pisztoly. Hát a másra nem arra jó lesz, hogy ezzel feljavítom ezt, már is jobban néz ki. És megoldottuk, amit tudtunk, úgyhogy mehetünk vissza a szalomba egy picit pihenni. Picit lehetséges, hogy túlvállaltuk magunkat ezzel. Én mindig nem tudom, hogy mi volt a funkció ennek az épületnek, valami dohánygyár vagy ilyesmi. Erre azért ne vegyetek mérget. De visszatérünk a szalonba, leülünk, iszunk egy pohár viszkit. Aztán a többit meglátjuk később. Hogy hogyan tovább. Csapassuk fel valamelyik szemüvegünket, csak hogy nagyon bedelszül nézzünk ki. Jimbo bedelsz. Csücs le! Oké. Okay. Szóval innen folytatjuk legközelebb.